Sziasztok, középsúlyosok! Itt vagyunk egy újabb videóval itt a középsúlyi YouTube csatornáján, és ezúttal pedig slengeket fogunk nektek megmagyarázni. Ez nagyon új pálya nekünk, mint sok minden más, de hát imádjuk az újdonságokat, kipróbálunk újdonságokat, úgyhogy az lesz a menete a dolognak, hogy kapunk szavakat, és megpróbáljuk ezeket a slang szavakat megmagyarázni érthető magyar köznépi, polgári, köznyelvi nyelveken. Mi? Micsoda? Egy szál belül? Azért is bemegyek a boltba, és egy kiló kenyér, egy szálbelit szeretnék. De szerintem valami melléknél, tehát mi van, te egy szálbelű? Egy szálbelű, hashtag egy szálbelű. Úristen, egy szálbelű. Tehát hiányos a bélrendszere? Tulajdonképpen. Ugye van a vastag bél? Lehet, hogy valami keveset eszik. Egy szálbelű. Szerintem igen, szerintem túl keveset eszik. Túl keveset eszik, vagy vékony. És akkor összeszűkre gyomra, és akkor amúgy sem tud enni sokat. Vagy egy nyúlga? Egy szál, aha, biztos nyúlga. Svézne gyerek. Meg akkor is keresi. Ez be kéne vetni a sorozatban. Hallod, ez be kéne vetni a sorozatban, hogy Janinak csak így oda megyek, hogy mi van, te egy szál belül? Mi van? Minden nap tanulja. Nem lennék a helyében. Mi? Maca. Ja, ezt tudom, hogy ezek a kis nyörgözök. Hát ott gyerek, maca. Igen. Nézd, elhozom a buliba a macámat. Igen, a macámat. Még egyszer, az ők az emberekből bolondot csinálnak. Így van. Bolondot csinálnak. Ezeket van a vágjától. Hát. Majd egy kis bari magyar. De esküle a vágjától. Mert tudod, van az a mondás, és a padira vették. Tudod? Hülyén. De tudod, ezt már egy közmondást jutottunk ki. Túl vagy a kultúrában. Nem. Túl művelt vagy. Nem. Műveltek? Ja, akkor túl műveltek. Túl vagyunk rá. Vakanya. Hát ez a tudatlan szűklátó. Szerintem eleve van olyan hangja, ami van. Nem, ez a vakanyát nem látsz. Ez, amikor én szoktam használni ezt a vakanyát egyébként. Tehát, hogy amikor megyek az ebrán, és akkor nyomja a telefont, és akkor, hogy nekem már a mennyi, akkor mindig ráoljátok, hogy mi van, te vakanya, nem látsz? Van benne kraft. Van benne kraft. Kraft az... Az a kívül, hogy el... Szerintem is. Igen, valami. Igen, igen. Azt akartam mondani. Na, jó, most végre valamit tudom. Fejlődsz. Hát, hogy nagyon tanult. Igen, hogy valaki annyit eszik. Még a pattanásos. Zsíros. Miért? Ha meg az nem... A pattanás, de a pattanás meg zsíros. De a... Mert akkor a pattanásos. Szörös. Akkor lehet, hogy valaki, aki nagyon szörös és nagyon zsíros. Tehát nagyon dolgozt is, és szörös kattanásos valami. Akkor ez most meg lehet. Hát azért manapság! Kocsika után én már nem mondok semmit. Ez egy mellék nevű valami. Valami szörös neve. Vagy lehet, hogy zsíros kenyeret becézik így. Akkor most ott jó. De az miért lehet szörös? Majd megesztük egy zsíros medvét. Hát a lila hagymát rászórod, vagy valami is a fasz. Ez mindig nem szörös. Szóval ezt a szörtémet, ha nem halljuk. Szörtámosodató itt